2023. április 20-án a Rákóczi Főiskola Tudományos Tanács jóvá hagyta a 2023-as felvételi eljárást, amely a Ukrajna Oktatási Minisztérium által kiadott felvételi eljárásrendhez képpen lett összeállítva. Az alapképző, ugye a Rákóczi Főiskola 2023-ban két képzési szintre hirdett felvételt, az első a bachelor vagy alapképzés, a második pedig a mester vagy magiszteri képzési szint. A 2022-es jócskán egyszerűsített felvételi eljáráshoz képest egy kicsit nehezebb dolga lesz idén a felvételizőknek. Az alapképzés tekintetében alapvetően két eljárásrendet tudunk elkülönböztetni. Az első ez a kizárólag a motivációs levelek alapján történő felvételi eljárás, a második pedig a nemzeti multidisziplinális teszt alapján történő felvételi jelentkezés. Motivációs levelekre a következő szakokra tudnak jelentkezni majd a felvételizők: óvodapedagógia, tanítói, földrajz, matematika, informatika, biológia és az ember egészsége, kémia, illetve természettudományok. A nemzeti multiteszt eredménye alapján pedig a következő szakokra lehet jelentkezni, vagy pontosabban szükséges az adott tesznek a megléte, mint az angol, magyar, ukrán és német nyelv és irodalom, történelem, turizmus és rekreáció, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, illetve a számvitel és adóügy szakok. Alapvetően a felvételi kampány és felvételi időszak július 1-től kezdődik, amikor létre lehet hozni az elektronikus felhasználói fiókokat, amelyeken keresztül be kell nyújtani a jelentkezést. Tényleges jelentkezési időszak július 30-ig fog tartani az alapképzés esetében. Meg kell jegyezni, hogy 2023-ban a Rákóczi Főiskola egy új szakot indít az alapképzésre, mégpedig a nemzetközi kapcsolatok szakokat, szóval ez a szakra szeretettel várjuk a felvételizőket, hogyha esetleg valakit érdekel. A mesterképzés tekintetében a Rákóczi Főiskola 10 szakot hirdet a 2023-as eljárásban. Itt már jóval bonyolultabb a helyzet, ugyanis lényegében 3 eljárásrendet tudunk megkülönböztetni. Az első, ez a számvitel és adóügy szak, amelyhez 2 központi vizsga szükséges. Az első az úgynevezett egységes felvételi vizsga, amely 2 komponensből áll, egy általános kompetenciákat felmérő tesztből, illetve egy idegen nyelv komponensből. A második rész, vagy a második egységes vizsga, mégpedig egy egységes szaktárgyi vizsga, számvitelből, illetve pénzügyből. A második kategóriához az ukrán, magyar, illetve angol filológia, a történelem és régészet, a biológia és biokémia, illetve az oktatási intézményvezetés szakok tartoznak, amelyhez a felvételi eljárásnál szükséges a már korábban említett egységes felvételi vizsga eredménye, illetve a felvételizőknek teljesíteniük kell egy szaktárgyi vizsgát a Rákóczi Főiskolán belül. A harmadik felvételi kategória pedig a földrajz, matematika, illetve tanítói szakok, amelyek esetében a felvételi eljárásban elegendő motivációs levél benyújtása. Lényegében a mesterképzés felvételi eljárása már május 8-án elkezdődik, ugyanis május 8 és 31 között lehet jelentkezni az egységes szaktárgyi és illetve az egységes felvételi vizsgákra, amelyekhez a főiskola tanulmányosztálya segítséget nyújt. A kérvények beadása pedig július 31 és augusztus 21 között fog zajlani.